Kállai Szanders András legújabb klipje következik, aki továbbra is a nemzetközi babérokat tör, ezúttal egy svéd zenész kollégával kiegészülve. Elsőként most következzen a legújabb Tonight című szám videó premierje, ami annyira friss, hogy maga az előadó, vagyis Kállai Szanders András is csak a Report forgatásán látta először. Na nézzük! Az aktív nézői először láthatják Kállai Szanders András legújabb klipjét. A videó annyira friss, hogy maga az énekes sem látta még. Tényleg így fullosban most látod először, nem? Tehát amit átküldtem, az még nem volt minden fullos. Riporterünk a videóklip forgatásán is ott volt 3 héttel ezelőtt. Itt András nem csak a hangját, de a lovagló tudományát is megmutatta. Szeretnéd, hogy balra menjen, akkor csak így elirányítod. A Tunál című dalban egy svéd vendégművész is közreműködik. A rappelést ő, vagyis rapsztár vállalta magára. Everybody's asking me, where do you, what country do you film with? Azt mondta, hogy sok a barátja, aki látta, mondja, hogy ez melyik országban csináltam. A magyar sivatagban. A videóklip sztoriához elengedhetetlen magyar sivatagot Sóskúton találták meg Andrásék. Az elkészült videó mindenki tetszését elnyerte a stúdióban. A klip rendezője Galler András, azaz Indián, azt mondja, elég sok úton munkára volt szükség. Az időjárás az megviccelt minket, ami ugye hányszor a klippen nem látszik, de itt úgy nézett, hogy minden 4 évszak lezajlik aznap este. Úgyhogy nagyon hosszú volt az utómunka, hogy minden egyes képkockát összefényeljünk, hogy úgy tűnjön, mintha egy napszakban történt volna az egész. Mindig úgy, mintha az évszázad bulijában lenned. A különleges parti klippel komoly tervei vannak az előadónak. Szeretné a nemzetközi porondon is megmutatni magát, hiszen a mai premier nem csak hazánkat érinti. András Tunáj című dalát egyszerre kezdik sugározni Európa szerte. András azt meséli, ősszel már európai fesztiválok színpadán lépnek fel. Ezért is gyakorolja a megasztáros énekes a klipben bemutatott táncot. Pedig a tánc bevallottan nem az erőssége. Ez egy ilyen pörgősebb szám, és egy buli szám, úgyhogy mindenkinek kell táncolni egy buliba, úgyhogy fontos volt nekem, hogy hogy megtanuljak egy jó táncot például a refrén részeknél. A fiúk igazán jó barátok lettek a közös munka során. Szinte az első pillanattól kezdve megtalálták a közös hangot. Amikor először találkoztam a rapsztárral, már úgy köszöntünk egymást, úgy beszéltünk, mintha már ismertük egymást örökre, mintha testvérek vagyunk. A rapper nagyon sokat segít Andrásnak azóta, mióta először hallotta a hangját, és vállalta, hogy közreműködik a világsikerre áhítozó dalban. András sikeréért még külföldi kapcsolatait is megmozgatta. Kezd kapni e-maileket csomó embertől, hogy szeretnénk dolgozni Andrással, szeretnénk mindenhonnan. A rapper azt mondja, András nem a legjobb házigazda. A magyar ízekből még nem sokat kóstolhatott. Nem ettem még, mert szörnyű házigazda. Sushi. Igen, voltunk sushi bárban, de kóstoltam a lángost, ami isteni. Lángos az a kedvencem. A két fiú elégedett az elkészült klippel. Azt ígérik, rövidesen újra együtt dolgoznak majd a stúdióban. És